Elérkeztünk a vloghetünk utolsó részéhez, és most már délután 3 óra van. Délelőtt nem kameráztam semmit, és előre készített felvételem sincsen már, úgyhogy most egy délután fogok videózni. Délelőtt igazából kipróbáltam életemben először egyik szlovák specialitást, ami brinzové haluski, szóval ilyen juhtúrós strapacska magyarul, szalonnával. Azt készítettem, szerintem egészen jól sikerült. Úgy jött az ötlet, hogy csirkeszárnyból csináltam pörköltet nokedlival a családnak, és azt hittem, hogy igazából ahhoz csak juhtúrót, tejfölt meg szalonnát teszek, és akkor ezt hát kipróbálom. De hát ez nem így van, mert ott már alapból krumplit kell reszelni a nokedliba is, úgyhogy na mindegy, megcsináltam. Aztán tegnap képzeljétek el, hogy a nagyfiam beleöntötte a folyékony szappant, hát nekünk ugye ruha anyagból van a szennyes tartó, és azt csikáltam ki, habzott az egész fürdőszoba, igazából egy 3 deci folyékony szappan belefolyott abba az egészbe, és aztán nem száradt meg, szárítógépben nem mertem tenni, hát szia! Megyünk a mamához, szóval szárítógépben nem mertem tenni, és megszárítottam végül hajszárítóval, hogy végre bizony, hogy végre bele tudjam tenni a többi szennyest. Úgyhogy igen, ez volt a délelőtti terv, aztán lefeküdtünk, aludtunk egyet a férjem, tök sokat takarított, mert lesikálta a konyhába a szekrényeket, meg aztán polcot festett, mert rozsdás volt a fürdőben az a, ahol vannak a tusfürdők, meg samponok, meg ilyesmi, szóval az rozsdás volt, és azt elvittem a műhelybe, és lefestette. Úgyhogy igen, vágjunk bele ebbe a vlogba, nem locsogok tovább, a gyerekek összerakodnak, aztán átmegyünk egy kicsit a mamához, aztán kimegyünk a játszótérre, szóval semmi olyan túl extra délutánunk nem lesz, hát meglátjuk, mit alakítunk belőle, tartsatok velünk! Mit szedtél össze otthon a mamának? Mit? Milyen? Olyat tették oda, papa, hogy köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Hoztad a mamának. Jó, még egyet. Úgy, jó. Köszönjük szépen, még a dobozkát is visszahoztad. Odaadtad a mamának? Igen. Thank you.
baszki. Meg se fognak ismerni a videóban, hogy van rajtad ruha, hallod? Na, mennyi kilométer betelték? Majd óra mindjárt meg. Ha ott van rajta. Na, nekem óra. A spéci. Megmutatja a férjem a féltve őrzött kincsét, a Dino parkját, amit ő készített, mikor gyerek volt. Az gipsz az alja? És a gipszet is te öntötted ki? Azt a valamelyik dinó meghalt. Aha, itt a halott dinó. Nem halott, az akkor itt az aurusz. Azt a jó poros szegény. De azt nem lehet most. De miért? Föloldja? És azt miből csináltad? Ez pamuk meg drót. Pamuk meg drót? Az megszöld. Ez a vesző vagy vennyige? Ez meg közelben van, pórabeton. Pórabeton? Itong. Ezt meg én csináltunk kavicsokból, ezt szeragasztom. Ezt hogy lehet? Oha, mindjárt kinyíli a nini. Gyorsan elteszi apa. Annyi gőjtös lesz. Nem látom meg, ott van. Nem baj. Na, menjetek. Megmosod, Beli. Fresh. Négyet lépjél erre. Itt az egy. Egy, kettő, három, négy. Igen, na most én jövök. Egyes. Én szoktam, mikor kicsi voltak. Na, az micsoda? Ezt te rajzoltad? Ez egy gólya? És ez micsoda? Büdös bogár. Azt a mindenit. Tessék, nem. Nem. Papa.
Megfordultad meg.